Szeretettel köszöntelek benneteket, és ma három szempontból közelítünk a prófétai dolgok felé, mert ebben a teremben vannak próféták, akik próféták, vagy prófétai személyek, elhívással is próféták. Vannak a prófétálni szeretők, és prófétálni tudó, akarók, abban növekedni akaró emberek, tehát prófétálók, és vannak tanítványok, akik viszont a proféciákkal, a prófétálással is akarnak mit kezdeni, és ma erről a három oldalról lesz szó, és nagyon sok gyakorlatot is szeretnénk közben végezni. Úgyhogy én ma elsősorban a prófétákhoz fogok szólni, illetve mindazokhoz, akik tanítványok, vagy bármilyen más szolgálatban is vannak, az áthallásokat majd meg fogjátok hallani. Ma a legtöbb helyen és a legtöbb esetben, bocsánat, szeretnék egy időt kérni, hogy most mennyi van? Fél órás csúszás, és most... Akkor legyetek türelmesek. Megengeditek, hogy menjünk innen tovább? Oké, amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, ezt most nem mondom el még egyszer, de azért tartom ezt fontosnak, mert a legtöbb esetben, a legtöbb helyen, amikor egy proféta vagy proféta elkezd beszélni, egy proféta a legtöbb esetben azt jelenti, hogy egy kedves férfi vagy egy kedves nő, tehát egy kedves testvérünk, az mond valami bátorító és építő dolgokat Istenről és Istentől, megerősítésként, útmutatásként, korrekcióként, javaslatként, de mindenképpen valami bátorító, buzdító, építő dolog, ami építi az egyházat, építi a tagokat, és egy fantasztikus dolog. Ezt én nagyon szeretem. Amikor Isten szelleme így szól, amikor egy proféta így kommunikál, így működik az ajándékban, rendkívüli módon szeretem, és dicsőség az Úrnak ezért a prófétai működésért is. De mivel prófétasuliban vagyunk, ezért megkockáztatok egy másfajta prófétai működésről is beszélni, mert nem fogunk kiruhanni ettől. Ma szeretnék beszélni egy prófétán keresztül valamiről, ami minden érette prófétikus szemét már jellemez, minden érette prófétai ajándékot kell, hogy jellemezzen. Mondhatni egy családi vonás. Rengetegféle próféta volt a Bibliában, és most is ugye rengetegféle van. Nő, férfi, magas, alacsony, gazdag, szegény. Sokféle próféta van leírva a Bibliában. Mindegyik különböző, van, aki bátorító, van, aki építő, van, aki ítéletet hirdet, valaki reménységet. Tehát sokféle üzenet típusúak vannak, de vannak olyan vonásaik, amik minden prófétában ott vannak. És ma erről szeretnék beszélni, hogyha próféta vagy, és felfedezed magadba ezeket a vonásokat, ezeket a háttereket, akkor az már egy megerősítés lehet arra nézve, hogy az itt a próféta ajándékban mozogsz, vagy lehet, hogy próféta vagy, de ha prófétálásban vagy, akkor is nagyon fontosak lesznek, amit a szívedhez szeretnék ma szólni. De az gyülekezetem megszokta, hogy a púdent most félretesszük, és mondom, ahogy mondom. Jó? És aztán megbocsájtotok nekem. Halleluja. Szóval a proféták és a profétizmus az egy nagyon gyanús dolog. Az mindig gyanús volt, és mindig gyanús is lesz, ez már csak ilyen világ. A proféták nagyon fura és zabolátlan népség. Igazából nagyon furák és kiismerhetetlenek. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy általában így látja őket a világ, sőt tovább megyek, a bibliai Izraelben is így látták. Nehogy azt hitt, hogy az a kép legyen benned, hogy a bibliai Izraelben ott annyira tisztelték a profétákat, hogy ott bezzeg volt tekintélyük. Az a helyzet, hogy nem mindig. Hagy idézzek föl, csak egyetlen egy eseményt, amikor az egyik hadvezér a sátorban hadi tanácsot ad, beérkezik egy próféta, akar prófétálni, de a király is, de a hadvezér is szégyelni, azt mondja, gyere, menjünk be egy kis másik szobába, ott elmondja neki a próféta, hogy az Úr azt üzeni, hogy felkelek téged királynak, és a Jezabelt majd le kell győznöd, aztán elrohan, mert a próféták fura emberek. Furán jönnek, és furán mennek el. És akkor kijön a hadvezér, és akkor mondja ott a sátorban, kérdezik tőle, hogy te ki volt ez a bolond, mit akart? Hát tudjátok, milyenek ezek proféták. Nem volt becsületük egyébként olyan nagyon nagy. De azért, figyelj, na de mégis mit mondott? Csak azt mondta, hogy felken engem az Úr Izrael királyának. Abban a pillanatban mindenki viszont letejtette a palástját, és elfogadták a proféciát, mert a proféciai üzenet azért, hogyha az Istentől jön, akkor teljesen mindegy, milyen a közeg. Ha Istentől jön, akkor mindegy, hogy milyen a közeg. Amen. Oké. Szóval a proféták azok a világban azért, meg még az egyházban is mindig idegenek és furcsák egy picikét. Most ebben nem arra bátorítalak, hogyha te furcsa vagy, akkor te proféta vagy, és ne legyél most furcsa azért, hogy proféta legyél. Tudod, kik a normálisak a világiak szerint? Akik tiszteletre méltók, akik tisztel a világ. A jósnők és a jósok.
azoknak még pénzt is adnak, annyira adnak a véleményükre. Ők teljesen korrekt emberek, ők nem csinálnak ilyeneket, ők teljesen hétköznapiban tudják nyomni a bizniszt, mert őket ismeri a világ és elismeri. A prófétáktól viszont idegenkedik a világ, nem egyszer az egyház is. Nem egyszer mi is egyébként a prófétai szótól, a prófétai tanítástól, a prófétai dicsőítéstől, Isten aktuális jelenlétében kezdünk egy kicsit szűkölni, hogy ez most hova fog vezetni, mit akar ez nekem mondani. A próféták furák. Nem mindenki fekszik ugyan trágyában 6 hónapig, és nem is mindenkinek kell, de azért ez egy családi vonás, hogy Isten tud kérni tőled olyanokat, ha próféta vagy, amire más esetleg felvonja a szemöldökét. Idegenszerűek vagyunk, vagy vagytok a próféták egy normális közegben, egy világban, és az a helyzet, hogy idegenszerűség, egy idegen lényszerűség van egy prófétának a szolgálatában is. Nem az UFO-król fogok beszélni, azok úgy nincsenek. Itt élnek közöttünk a próféták, de nem ide tartoznak. Rád néznek, de közben teljesen máshol jár a szemük. Veled beszélnek, de közben a fülükkel teljesen mást hallgatnak. Nagyon fura kettő személyisége. Két világ között kell, hogy állandóan libikókázzanak. Ez nem a normalitásnak egyébként a pályája, elsősorban. Isten szereti felzaklatni az embereket, és szereti felzaklatni az embereit, és szeretne titeket is felzaklatni egy picikét. Jó, kedves keresztény testvéreim, engem is föl akar zaklatni egy kicsit az Isten, mert az a helyzet, hogy nagyon jól el vagyunk nélküle. Olyan jó Isten tiszteteket tudunk csinálni Isten nélkül, remekül tudjuk mondani, még Isten jelenléte is egyébként ott van egy általános jelenlét, mert ő nem hagy el bennünket, de az a megtapasztalható valóság, a személye, az egyébként nem szükséges. Ha most nem jött el, akkor nem jött el, annélkül is tudjuk, hogy hogy kell ezt csinálni. Ezért az a szomorú valóság van, hogy az ébredés az igazából nem az emberekben születik meg először az ébredésnek a vágya, hanem Istenben. Mi emberek jól el vagyunk ébredés nélkül. A világban is jól el voltál ébredés nélkül. Le kellett menni az aljára, az életednek egy pontjára, hogy egyáltalán Istennek a szelíd hívása elérkezhessen a szívedbe, hogy én azt akarom, hogy ébredjél fel. De ma az egyházban ugyanígy el vagyunk ébredés nélkül. Amen. Ezért kellenek azok a személyek, akik kellemetlenséget, kényelmetlenséget okoznak nekünk. Ők a próféták. Vagy profétikus pásztorok, vagy profétikus tanítók, vagy profétikus evangélisták, vagy profétikus dicsőítők. Egyszerűen a profétikus rész az kellemetlen tud lenni. Nem attól leszel, még egyszer mondom, kellemetlen, hogy, vagy proféta, hogy kellemetlenkedsz, erre vigyázzál, de attól nem kell megijedned, hogyha kellemetlenné válik egy üzenet, vagy egy cselekedet, amit az Isten szellemétől indítva tettél meg. Amit még megnéztem így a Bibliában, hogy a prófétákra jellemző ez fajta magányosság. Sámuelnek voltak gyerekei, hát nem jött azért annyira jól össze példaképként a következő nemzedékben. Alapvetően Mózesnek is volt családja, de ha megnézed, igazából a próféták egyedül vannak. Nem családi állapotról beszélek most, hanem van fajta egyedüllés, egyedül valóságuk. Akkor is, ha csoportban mozognak, akkor is, ha csapatban mozognak. A próféták nem csak idegenszerűek, de valahol egyedül vannak. Na most, a legtöbb próféta emellett normális helyzetre vágyik. A legtöbb próféta normális életre vágyik. Nem akarok cethalban utazgatni. Nem akarok bemenni a király elé, mert megint elmondani, hogy kettéfűrészre, mert tudom, hogy az lesz, mert próféta vagyok. Nem akarom Jeruzsálemről kihirdetni Izraelről azt, hogy vége van, el fog pusztulni. Nem akarom ezt csinálni. De a prófétáknak nincs választási lehetőségük, mert foglyok. Az Efézusban beszél Isten arra, hogy vannak foglyok, akiket Jézus foglyul ejtett az egyház szolgálatában. Az 5 szolgálati ajándékok nem tehetnek igazából mást. Úgyhogy ha ilyen vagy, akkor így jártál. Általában nem extrovertált személyiségek a próféták. Akiket én ismerek, az csodom, nem hiszitek el egyébként, én is introvertált személyiség vagyok. Tényleg, minden most erre menjünk bele. A lényeg, ami lényeg, hogy az igazi prófétákról azért érdemes látni, hogy a többségük tényleg egy introvertált személyiség. Jól el vannak egyedül, jó, megvan minden, amikor föl kell jönnünk a színpadra, meg nyilvánosan el kell mondani egy-két dolgot, hogy földindulás, meg ilyenek, akkor elmondják, de azt alapvetően mennek el. Miért fontos ez? Különös lehet, de a Bibliában jól kivehető, hogy a próféták
működése mindig valamilyen réshelyzetben áll elő. Olyan helyzetben, olyan korszakban állnak elő a proféták, amikor vészhelyzet alakul ki. Olyan helyzet, amikor nehéz idők jönnek, Isten megjelenteti a profétákat, és előállnak. Salamon király idejében nem túl sok proféta mozgott, de egy dicsőséges korszaka volt Izraelnek. Salamon után megjelennek a proféták, és nagyon sok profétai korszak indul el utána, mert tehát elég kemény szituációk alakulnak ki. Tulajdonképpen vészhelyzetben, vagy annak környékén jelennek meg a proféták, a proféciák is, egészen Agabuszig, ha megnézed, akkor Istennek az első proféciája mi volt, ha már itt tartunk, mikor mondta az első proféciát Isten? Egy elég komoly vészhelyzetben, mert ott volt a sátán, éppen a gyerekeket ki kell küldeni a paradicsomból. Tehát ott elhangzik egy profécia, az első profécia, hogy asszonytól, na, asszony magva fogja a fejedet taposni, az első profécia Jézusról. Tehát az egy elég komoly vészhelyzet volt azért, megváltozott az emberiségnek a történelme gyakorlatilag. És onnantól kezdve nézd meg a Bibliában mindenhol, amikor profétákat támaszt Isten, ott alapvetően réshelyzet van. Alapvetően nehéz helyzetek vannak. Alapvetően Agapusz, ha megnézed az újszövetségi proféciákban is, megjön Agapusz, két dolgot profétál. Éhínséget, népszerű üzenet, aztán Pál apostolnak meg azt mondja, hogy aki ez a kötél, azt úgy fogják megkötözni, aztán megy vissza a kis magányosságába. Nem feltétlenül népszerű üzeneteket mondanak a proféták. Tehát hangsúlyozom, ez a prófétaságnak a másik oldala. Tehát még egyszer mondom, a kedves, bátorító, építő, ezek mind-mind a prófétasághoz tartoznak, de van egy másik része is a prófétáknak, amikor valamit el kell mondani, ami nem feltétlenül kellemes vagy jó. Tulajdonképpen ezért szoktuk összekapcsolni a prófétákat, hogy jaj, itt egy próféta, aj, akkor ebből baj lesz. Nem, mivel baj van, azért van itt a próféta. Összekapcsoljuk, hogy na megjelennek a proféták, megint profétai mozgalom az országban, na, eddig olyan szép nyugalom volt. Azért jelent meg a profétai mozgalom, mert az országnak szüksége van a profétákon keresztül Istennek az útmutatására. És csak egy zárulás megjegyzés, nem akarok most olyan belemenni tanításba, de azért gondoljatok bele abban, hogy milyen világ jön, ha azt mondja az ige, hogy lészen az utolsó időben a szellememből kitöltetek minden testre, mindenki profétálni fog. Rengeteg prófétát fog támasztani az Úr. Ez azt jelenti, hogy az utolsó idők nagyon neccesek lesznek. Nagyon kemények lesznek. De ma nem erről beszélünk. De az Úr velünk, tehát mi bátorsággal lehetünk. Amen. Itt elől is van hely. Itt a táskámon. Nyugodtan ülj oda. Itt oda ülj el. Halleluja. A próféta valahogy egyszer csak megjelenik, és kihirdet tulajdonképpen az addig folyó dolgokkal szemben Istennek egy álláspontját. Valami folyik az életedben, valami folyik a nemzet életében, a város életében, és azzal szemben Isten egy prófétán keresztül kijelent valamilyen dolgot, tulajdonképpen mindig az árral szemben áll, egyébként akkor is, amikor bátorít. Mert miért van szükséged bátorításra? Azért, mert az ördög éppen lenyom, az ördög éppen hazudik neked, az ördögi árfolyam, az jön folyamatosan feléd a beszédeivel, akkor odaáll Istennek az ember, és a bátorítással pedig ellene beszél. De amikor nagyon jól el vagyunk és alszunk, akkor pedig előáll, és azzal szemben fog beszélni. Magyarán a proféták általában árral szemben beszélnek. Amen? Jó. Hitehagyás, erkölcsi zuhanás, morális, társadalmi és környezeti, kulturális hanyatlás áradatában vagyunk éppen benne, nem tudom, feltűnik-e neked. Így megy le a nemzet és az egész világnak a jövője, ha magától menne. Ezért Istennek támasztania kell prófétákat, akik beállnak a résre, és árral szemben elkezdenek beszélni, és kihirdetik a dolgokat, de ők mindig egy idegen világból való megoldást fognak mondani. És ezért idegenszerűek, mert a menny az mindig idegen világ ebben a földben. A kegyelem mindig idegenszerű ezen a földi létben. Így van, az irgalom az idegen ettől a földtől. A szentség idegen ettől a kultúrától. Mindig árral szemben fognak beszélni, és mindig valami nagyon fura dologról. Általában a hanyatlásnak is az időszakaiban jelennek meg a proféták. Na most eléggé rosszakat mondtam, de hát nagyjából ezt így tegyük, ez a környezetünk. Na most, ez nem egy kényelmes pályamodell.
Tehát ez nem egy életpálya modell, hogy legyél proféta, lesz házad, megbecsülnek, növekszel, és akkor majd az Úr hazavisz téged. A prófétai gyermekszoba felkészülés az lehet ilyen, hogy népszerű vagy, és lehet, hogy népszerű, bátorító építőüzeneteket fog rád bízni Isten, ez lehet az ifjúkor, de ha prófétává fejleszt téged Isten, erős, komoly, nagy prófétává, akkor az a helyzet, hogy előbb-utóbb a családi vonásnak az a másik része is megjelenik, hogy Istentől másfajta üzeneteket is kénytelen leszel átadni. És akkor szembe fogod magad találni a környezettel, szembe fogod magad találni a társadalommal, vallással, egyházzal, akár családdal is, szembe tudsz találkozni vele. Proféta akarok lenni, annyiszor hallottam ezt már, halleluja, a proféta akarsz lenni, az a helyzet, hogy mert olyan izgalmas. Semmilyen szolgálat nem izgalmas, testvéreim. A szolgálat egy veszélyes üzem. Erre a gyülekezetre legszélesebben kiraknám, hogy veszélyes üzemi terület. Minden gyülekezet, ha van benne élet és Isten királyságában dolgozik, az egy veszélyes üzem, mert nem egyszerűen csak csinálod Istennek a dolgait, hanem egy sötét ellenálláson keresztül kell csinálni Istennek a dolgait. Készülj fel arra, nem azért fáj a fejed feltétlenül, mert te egy olyan migrénes típus vagy. Nem azért feltétlenül van szorongás benned, vagy depresszió, vagy éppen életuntság, vagy keftelenség. Nem azért vannak akadályok esetleg, mert Isten nem szeret, hanem van, amikor igenis át kell magadat küzdeni azért, mert te Isten embere vagy. Az üdvösségnek nincs ára, ingyen van. Azt az Úr fizette ki helyetted. Az a helyzet, hogy a tanítvány akarsz lenni, annak viszont van ára. És azt az árat meg te fogod kifizetni, ha kifizeted. És hogyha szolgálja akarsz lenni az Úrnak, akkor még komolyabb árat kell fizetned érte. Proféta akarsz lenni? Sokan vannak itt proféták. És azt mondja, hogy én profétákat akarok támasztani. De tudnod kell, hogy van egy ára, amit ki kell fizetni a fejlődésben és a növekedésben. Amikor a világból kikerülünk tanítványként vagy megtérként, akkor az nagyon jó állapot. Akkor is már egyedül vagyunk, a baráti körünk nagy része lefarcol. De még együtt vagyunk. Amikor szolgálóvá válsz, akkor már kevesen mennek be a szentélybe, tudjátok. Kint az Úrban sokan vannak, a szentélybe már csak a papok mennek be. De a szentek szentélybe csak egy ment be. Oda egyedül mész be. A prófétai hivatás, minden szolgálat egyébként szeretném hangsúlyozni, abból él, hogy bemegy egyedül az Úr jelenlétében. És ennek van egy ára, időben, pénzben, nem tudsz elmenni egy buliba, nem tudsz elmenni egy jó prófétai konfira, mert éppen benne vagy az Istennek a jelenlétében. Van ára, amit ki kell fizetni. Amen. Egyedül kell tudnod lenni az Úrral. Nekem ez egy borzasztó dolog, egyébként pedig introvertált ember vagyok, de mi van telefon, rögtön felhívok valakit, hogy beszélgessek vele. Rá kell szoktatni magamat arra, hogy egyedül tudjak lenni Istennek. Meg kell tanulni. Egyedül várni az Úrra. Habakuk 2:1. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, vigyázok, várok, lássam, mit szól hozzám, mit feleljen az én panaszom dolgában. Milyen érdekes ez a prófétai szó. A panaszom dolgába. Nem örömének dolgára, hanem a panaszomnak a dolgára. De itt a lényeg most az, hogy azt mondja Istennek az igéje, hogy őrhelyemre állok, válok, megállok és várok. Egyedül. Várakozom arra, hogy az Úr mit mond nekem. Ez a harmadik vonás, ami egy prófétát jellemez, hogy be kell tudnia menni egyedül, és várakoznia kell tudni Istenre. Amen. Van egy próféta. Gábor, megkérhetlek valamire? Ide jössz egy picit. Shorty Floyd is on the broide, lady de bis in the plaid of Floyd. Kösz. Van egy proféta, arról szeretnék tudni most beszélni, és nekem van szükségem most alantosra. Van egy proféta, akinek az élete és a szolgálata egy nagyon nagy minta lehet számunkra, mert nagyon sok mindent tartalmaz, de Jézus azt mondta, hogy ő profétánál is nagyobb volt. Tehát nem csak profétaként érdemes rá figyelni, hanem tanítványként, pásztorként, bármilyen szolgálóként vagy emberként. Ez az ember, ez keresztelő János. Máté 11:11-ben ezt mondja az Úr, Jézus róla. Bizony mondom néktek, az asszonytól szülöttek között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában is nagyobb ő nála. Asszonytól születettnél nem volt nagyobb. Azt mondja Jézus, hogy Mózes.
Ábrahám, Dávid, Ézsaiás, csupa-csupa nagy ember, én rátettem volna a voksomat valamelyikre, hogy ők a legnagyobb proféták, de Jézus azt mondja, hogy mindegyiknél nagyobb volt Keresztelő János. Mit tudott ez a Keresztelő János, hogy Isten nem csak azt mondta ráadásul, hogy a legnagyobb proféta, hanem hogy mint ember is az Ószövetségben a legnagyobb, a legjobb minőség. Azt mondja az ige, már megelőlegezték Keresztelő János érkezését, mert az ige azt mondja, hogy ő lesz az útkészítő, a kiáltó szó a pusztába. Ez egy újabb családi vonása a prófétáknak, hogy útkészítők. Ezért ennek a mai találkozásunknak a címe is az, hogy útkészítés. Minden próféta, vagy prófétikus személy, vagy prófétikus tanításnak útkészítésnek kell valamilyen formában lennie. Egy dolgot kell ezzel kapcsolatban mondanom, hogy két iránya van mindig egy prófétai szolgálatnak. Az egyik, Ézsaiás 62:6-ból fogjátok látni, kőfalaid a Jeruzsálem őrizőket állítottam, egész nap és egész éjjel szüntelenül nem hallgatnak, ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, ne hagyjatok neki nyugtot, míg megújítja és dicsőségessé nem teszi Jeruzsálemet a földön. A próféták őrzők, őrizők, őrizője Istennek az igéjének, őrizője Istennek az erkölcsiségének, őrizők Isten látásmódjának, akkor is, amikor a világban vagy az egyházban mást mondanak. A próféták őrzik Isten szavát, őrzik Isten értékrendjét, őrzik Isten látását és látásmódját. Ezért tudnak egyébként bátorítani is téged, amikor elcsüggedsz, és a sötétség homálya elveszíti azt, hogy te ki vagy. Jön a próféta, és megjeleníti a proféciákat. Isten azt mondja rólad, hogy menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek az útját. Töltsétek az ösvényt, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. Ez egy prófétai feladat. Minden, ami közöttünk rés, betömni. Minden, amiben olyan rés van, abba feküdj oda, azt mondja Isten, a te életed legyen egy útjelző, egy padló, amire rá tudnak mások lépni. Mert megmondani, hol sebesültél meg. Legyél mezítelen. Igen, itt sebesültem meg, ilyen bűneim voltak, de az Úr így hozott ki ebből. Ekkor tudsz egyébként út lenni mások számára. Vannak, akik felülről mondják, hogy fiam, ne vétkezzél. Jó dolog. De van, akik azt mondják, hogy fiam, így és így vétkeztem én is. De így tanultam meg, hogy hogyan nem kell vétkezni. Ez az út, amikor utat készítesz valakinek. Azt mondja az ige, emeljétek zászlót népek fölé. Proféták, a zászló. Isten harcos Isten. Nem egy csüggett Isten. Nekünk képviselni kell és hirdetni kell Isten bátorító reménység teljes szavát. Teljesen mindegy, hogy Magyarországon mit gondolnak a magyarok saját magukról. Teljesen mindegy, hogy a környező nemzetek mit gondolnak a magyarokról magukról. Az Isten mit gondol, az számít. És azt ki kell hirdetni, zászlót kell emelni a nemzet fölé. Jézus Krisztus zászlaját föl kell emelni a nemzet fölé, és azt a látást kell képviselni, hogy Isten hogy látja ezt a nemzetet. Amen. Mondjátok meg Sion lányának, proféták, beszéljetek a gyülekezeteteikhez. A gyülekezeteinkben annyi ember van, annyi tesó van, akik megsérültek, vagy jellemhibából, tök mindegy, hogy miért, de ellene beszélnek Sionnak. Ellene beszélnek a gyülekezetnek. A szépségének, a formáltatásának. Értem, megértem, de akkor sem helyes. De a proféták előállnak, és azt mondják, mondjuk Sion lányának, hogy jó lesz gyülekezet, nem itt ér véget. Nem ilyenek a gyülekezetek, hogy csak beszélünk valamilyen jelenlétről. El fog jönni a jelenlétek egy nagyobb kiáradása. Ne add fel, ne most menj ki. Ez a proféták dolga. Azt mondják a Sionnak, a lányának, hogy jön már szabadulásod, jutalma vele jön, és megfizetés lesz ő előtte. Jézus azt mondja a gyülekezetnek, ne adjátok fel. Tudom, hogy szottyogtok. Nekem se tetszik. Lehet én is unatkoznék, mondja Jézus. Néha én is unatkozom, mondja az Úr. De akkor sem menj ki belőle. Mert én nem tudjátok, hogy hogy cselekszem, nem tudjátok, hogy éppen Csepelen mit csinálok, éppen Dél-Afrikában mit csinálok. Néha meg kell várni azt, hogy a többi testben is összeálljanak dolgok. Húsin de Prájdoszont. És azt mondja, hogy és hívják szent népnek az Úr megváltottainak.
Ezért mondtam azt, hogy egy gyülekezet nem lehet nem szent. A szentség és a megváltottság összefügg a Bibliában. Nekem ne beszélj testies keresztényről, mert ilyen nincsen. Pestiest van, testies nincs. Bocsánat. Ez hülyeség. Hát akkor a Bibliában mutatsz nekem egy olyan, hogy testi keresztény vagyok, ne haragudjál, most még 3 évig cigizek meg, stb. Ilyen nincsen. Szeretünk. Keresd az Istennel való kapcsolatot, és majd azban szépen meg fog szentelődni. Tehát nem azt mondjuk, hogy mi szentelünk meg valakit, nem azt mondjuk, hogy mert cigizel ki vagy rúgva, ilyet soha nem mondunk ebbe a gyülekezetben, de azt mondjuk neki, figyelj, imádkozzunk akkor azért, jó? Imádkozzunk valahogyan, hogy Isten meg tudjon téged nyugtatni, tudjon téged tovább nevelni. Ha még 10 évig cigizel, én akkor is veled vagyok. De azt nem mondom neked, hogy jó dolog. Érted ezt a hozzáállást? Ez a dolga a prófétáknak, hogy hirdessék a gyülekezetnek, hogy jön vissza az Úr. Jön vissza a gyülekezetekbe, nagyobb mértékkel, de van egy másik része is ennek, jön vissza az Úr erre a földbolygóra, erre a korszakra. Ha-ho, fönn vagyunk erre készülve? Nem. Én nem vagyok fölkészülve. Ettől még az Úr vissza fog jönni. Mi a dolgunk most? Hogy hirdessük az Úrnak azt a kedves esztendejét, hogy most kell leoldani a bilincseket, most kell a vakok szemeit megnyitni, most kell összeállnunk, nem akkor, amikor kitör a vihar, mert jön a vihar. Nagyon komoly vihar érkezik rá a világra. Amen. Prófétánk, ti ezt tudjátok. Ezért tartsatok ki bátorítás építéssel, jó szavakkal az Úrtól. Tulajdonképpen ez az útkészítés egyik része az embereknek az Úr felé. Ez azt is jelenti, hogy profétikus tanításokkal tudod Istennek a dolgait megmagyarázni az embereknek. Ez is a profétai tanításoknak, a profétáknak az egyik dolga. Ők máshogy tanítanak. Lehet, hogy néha egy ilyet érzel a tanításban, hogy elgondolkozol, hogy honnan vette. De aztán szépen le lehet vezetni az igéből, hogy jól vette, csak kihagy 20 lépést, és már a kijelentésből indítja. Ilyenekre van szükség. Amen. A másik feladata a prófétának az útkészítés másik oldala. Egyik tehát a gyülekezetnek a készítése az Isten felé, most a számomra igen izgalmas része, az Úrnak készíteni az utat. Az Úrnak a gyülekezethez, az Úrnak az emberekhez. Az már egy nagyon komoly prófétai feladat. Ez pedig nem más, mint a megtérésre hívás. Én nagyon hiányolom a prófétáktól azt, a gyűlinkben mindig mondom, hogy nagyon jó, fontos, de keressék azt is, hogy Isten nem akar-e beszélni a megtérésről. Nem kell szájba rágni, de azért figyeljenek oda erre a lehetőségre is, hogy lehet, hogy Isten a megtérésről akar beszélni. Ebből a funkciójából a prófétáknak, hogy ők a megtérés útját hirdetik, a szentség útját, hajlamosak rá, van egy másik következménye, hogy a próféták ős ellenségei a vallásosságnak és Jezabelnek, a varázslásnak. A vallásosság és a varázslás gyűlöli a prófétizmust és a prófétasság szellemét. Mert pontosan jól tudja, hogy simán megcsinálunk egy Isten tiszteletet Isten minimális jelenlétével is, de a próféták felszabadítják, a prófétikus emberek föl tudják szabadítani a légkört, meg tudják nyitni az utat, a két felet össze tudják hozni, hogy találkozzanak, és ott megtérés lesz. Ha találkozol az Úrral, mindig megtérés van. Ha találkozásod az Úrral, mindig megtérés van. Milyen volt János az útkészítő? Milyen volt keresztelő János, aki utat tudott készíteni? Aki ajtót nyitott magának az Úrnak? Ahogy elgondolkoztam rajta, mert Isten mondta, hogy erről beszéljek, elkezdtem megmutatni az Úr, hogy hát magának a fogantatásnak is egyébként egy csodában van. Nem volt normális, hogy keresztelő János egyébként megfogant és megszületett. Igazából nem is lehetne. Igazából nem is kéne, hogy megszülessen, mert alkalmatlan a környezet. Így van? És nagyon sokunknál és prófétáknál megfigyeltem, hogy születése környékén, vagy előtte, vagy meddőség volt, vagy nehéz szülés, vagy az életében a gyerekkorában olyan furcsa dolgok történtek. Folyamatos ellenállás a sötétség részéről, hogy ez a prófétikus, prófétai személy megszülessen. A gyerekkora is egy kicsikét nem normális lehetett. Honnan tudod? Onnan, hogy egy egész Jeruzsálem tudta azt, hogy ennek az apjának megjelent egy angyal, és az angyal mit mondott erről az emberről? Egész Izrael tudta, hogy ez az ember, Kovács Béla 3. B-ben,
Neki mondta azt Isten, hogy az Úrnak fog utat készíteni. Mindenki így nézett rá. Ezt hogy lehet elhordodni szerinted épp lélekkel? Egy gyereknek. Ez, hidd el, hogy ez azért kemény dolog ezt elhordozni. És a proféták gyerekkorában azt gondolom, vannak olyan dolgok, amiket nehéz elhordozni. Meg kell velük birkózni. Ugyanakkor a másik oldal, hogy gyerekkora óta ismerte Jézust. Igaz, nem a feltámadott Jézus még, hanem csak a testileg megismerhető Jézust, de Jézus is egy furcsa gyerek volt, furcsa barátok, furcsa gyerekek. Keresztelő Jánosnak egy furcsa gyerekkora volt, furcsa barátokkal volt, körbevéve egy Jézus nevű, szintén furán megszületett és megfogant gyerekkel ismerték meg egymást. Most a lényeg. Valamikor 14 éves kora után, vagy a környékén, ez az ember kikerült a pusztába. És onnantól kezdve eltűnik. Nagyon sokáig eltűnik. Mert a pusztában élt. És ez nagyon foglalkoztat mostanában, hogy egyedül formáltatott, mint Illés, mint Mózes. Ezért kezdtem azzal, hogy a prófétáknak az egyik vonása, hogy néha egyedül kell, hogy legyenek. Valamikor nem is ők akarják, hanem az Úr azt mondja, hogy most én elválasztalak. Te a pusztába. Milyen volt János egy magányos ember egy pusztában? Nem voltam még Izraelben, de azért el tudom képzelni, milyen lehet egy sivatag, egy puszta, ahol kilométereken keresztül semmi nincsen. Csak bokrok, csak halmok, csak homok, csak nap. Világi szemmel nézve magányos volt, nem vett részt a család életben, nem keresett magának párt, nem adott fel apró hirdetést, nem ment el a single crossra, nem azért, mert az rossz, hanem egyszerűen nem erre volt ő kényszerítve. Nem érdekelte. Lehet, hogy a távolban még láthatta is néha Jeruzsálemnek a városait, a normális életet, de ők innélt a pusztában. Szolgálat nélkül, sikeres szolgálat nélkül. Tudta magáról, mert a proféták kijelentették róla, hogy ő ki lesz. Tudta magáról. Gondold el, hogy az ajándékot, szolgálatot, hogy te az Úrnak ajtót nyissál, egy nemzetet megtérítsél az Úr útjára, és ott vagy tök egyedül. Még egy hatfős házi csoport sincs veled. Még annyit se tudtál összehozni. És ebben nevelkedik a pusztában. Hogy formál titeket Isten a pusztában? Hogy formálja az ő szolgáját? Mit csinál nappal, és mit csinál este mondjuk egy ilyen ember a pusztában, ahol semmi nincsen? A nappalok melegek, a nappalok szárazak, a égeti keresztelő Jánost a nap. Égeti, alig van víz, alig van felüdülés. Kiszárad a torka, egy-egy csepp, mindig Isten egy-egy harmadból. Szolgatestvéreim, nem emlékeztek ilyen korszakokra, amikor nem a mély vízben járunk az Úrral, hanem szárasságban, és csak egy-egy csepp, néha egy-egy pici kis kenetcsepp. Épp, hogy ne halljunk szomjan. Puszta. Nem sok lelki öröm van a pusztában. Keresztelő Jánosnak nem túl sok lelki öröme volt. Ahogy sétálgatott, gondolom, találkozott néha kövér sáskákkal, mert azt mondja az ige, hogy sáska és méz volt az ő eledele. Sáskát evett. Mi van még a pusztában? Az igéből tudhatod? Démonok. Mert azt mondja az ige, hogy a démonok azok ugye száraz, víz nélküli helyeken vannak. Tömegével lehettek körülötte démonok. Amikor egy szolga készül, amikor Istennek egy embere készül a belső magányosságában, akkor neki meg kell küzdenie a különböző démonokkal is. A depresszióval, a kis hitűséggel, a hangokkal, amik azt mondják, hogy neked ez nem fog menni. Nem fogod túlélni. Elment feletted az élet. Ott van Jeruzsálemben, menj be oda! Te is csináld azt, amit a többiek. De Isten emberei, ott kell maradni a pusztában. Látod a fényeket távol? Mondja a hang a kísértő. Na, ott a sikeres szörmont. Csináld úgy, ahogy ők. Hagyd itt a pusztát. Aztán leszáll az éjszaka. Semmi nem lesz jobb, még rosszabb lesz. Mert még pluszban hideg is van. Hideg van, egyedül vagyok, démonok gyötörnek, sötét van. És ekkor azért van valami a pusztában, ami máshol nincsen. Amikor mindig képzeld el a Bibliát.
amikor a sötét éjszaka leborul a pusztába, és Keresztelő János kint van magányosan, és fölnéz az égre, akkor látja meg annyi csillagot, a milliárd csillagot, és ő ismeri az igét, tudja, hogy ezek mind az ígéretnek meg annyi fényei, meg annyi réma, profécia, kijelentés, mind-mind az eljövendő nagy korokról, mert Isten azt mondta Ábrahámnak, nézz fel te is! Van, amikor Isten emberének ez adatik meg, hogy az éjszakáiban, a lelki éjszakáiban csak az igék, a rémák, a kijelentések és az eljövendő nagy ígéret tartja őt meg. Így formálódik Istennek a népe. A forróság és a szárazság kiégeti belőled a dolgokat, az éjszaka pedig megtanít téged arra, hogy csak az ígéretekre figyelj, csak abból származik a te fényed. Így készül Isten embere. A pusztában csend van. Olyan nagy csend van a pusztában, hogy Keresztelő János szolgálatát például 400 év csend meg is előzi. 400 évig nem szólt semmit Isten. Tudod, milyen lehetek az akkori gyülekezetek a templomban? Nem volt ott a frigyláda, nem volt ott Isten jelenléte, és senkit nem zavart. A papok szolgáltak, a tesók adakoztak, minden ment a napi rutinban. Csak épp Isten nem volt ott. És ezt senki nem mondta ki. Milyen lehetett a papoknak bemenni úgy az üres szentek szentjébe? Tudták, hogy nincs ott semmi, de bementek, nem tudom, mit csináltak, aztán kijöttek. 400 év csend. És amivel kezdtem az elején, ezzel mi simán el vagyunk. 400 évig el tud lenni egyébként Izrael, mint Isten választott nemzete Isten jelenléte nélkül. De Isten nem. Akkor sem hagyta az Úr, és most sem fogja hagyni. Azt mondja az Úr, hogy nem fogom hagyni, hogy a gyülekezetekben, az eklézsiában így menjenek tovább a dolgok. Én akarom az ébredést. Én jobban akarom, mint ti. És akkor előáll ez a furcsa ember, aki 20 évig ott van a pusztában. 20 évet formáltatik a pusztában. 20 évet így, ilyen körülmények között. 20 év az Úrban. 20 év alatt te átvette a szavait Istennek, átitatódott Isten jelenlétével, átitatott Isten gondolkodásmódjával, Isten szívével, Isten látásmódjával. Testvérem, mi ott nagyonkat prófétálunk. Át vagyunk itatva Istennel? Isten gondolkodásmódjával, jelenlétével, látásmódjával? Átitatódni Istennel. És mikor ez megvan, akkor előállt egy napon és elkezdett szolgálni. Mikor volt Keresztelő János próféta? Az igéből tudhatod, akkor, amikor anya méhében őt elhívta Isten. Magyarán az ajándék a születése óta ott van. Az ott van bent. Ő maga az ajándék. De a szolgálat az nem az ajándékból indul el, hanem a kapcsolatból. Ez egy nagyon fontos dolog. Az ajándékom akkor is működik, pásztori, bármilyen, amikor rossz állapotban vagyok. De a kenet az akkor jön, amikor a kapcsolatból jövök ki. Van egy plusz kenet, egy plusz erő, egy plusz felhatalmazás akkor, amikor nem az ajándékot szolgál, hanem a kapcsolatban szolgálsz. Bent voltam az Úrban, csendességben, magányosságban, megvártam, amíg újra szól, és amikor szól, és abból mész ki, az más minőségű szolgálat. Nem tudom, valaki tudja, hogy meddig tartott Keresztelő Jánosnak a szolgálati ideje. Maximum egy évig. Egy év. Egy év adatot neki. 20 évig készült, és egy év adatot neki, hogy szolgálatban hatalmas kenettel szolgáljon. De nagyon fontos dolog, hogy egy próféta, és minden szolgálónak megfigyeltem az életében, legalábbis nem elmondom ezt mindenkinek, de feltűnő, azt gondolom ez így van, szellemi alapelvként, hogy ketté válik két korszak általában a szolgálóknak az életében. Van egy előkészületi korszak, ami vagy magányosságban, vagy nyilvánosságban, de egy előkészületi korszaknak nevezném. Péter apostol esetében 3 évig volt a tanítványok között Jézussal, és akkor is szolgált, és akkor is voltak csodák, jelek, történtek dolgok.
de az egy felhatalmazással, az az ajándéknak a felhatalmazásával működött. De amikor ő találkozott és maga is megtöretett, amikor az ő élete is megtöretett, amikor a személyisége, jelleme végre teljes mértékben megtört, és találkozik a feltámadt Úrral, akkor egy teljesen más minőségű jelenléttel tud szolgálni Isten népe felé. Amen. Az ajándék, ha próféta vagy, szeretném azt mondani, hogy nem a karizmádból szolgálsz. A karizma az elősegíti azt, amit neked csinálnod kell. Az egy rásegítő, az megolajozza a dolgokat. De ha nincs kapcsolat, akkor mindig a tavalyi sztorikat fogod mondani, és egyszerűen nem lesz benne élet. Nem mindegy, tudnélik, hogy egy üzenetet adsz át, mert ezt egy Bálám szamara is meg tudta tenni, hanem a kapcsolatból szolgálsz, amiben te az Úr Jézussal vagy. Aki a kapcsolatban szolgál Istennel, aki ott tud állni az Úr jelenlétében, és onnan hozza ki az üzeneteket, onnan hozza ki bármit, amit Isten rábíz, az nyit utat egyébként az ember és Isten között. A másik idézőjelben egy másik szintű szolgált csak a szót, csak az üzenetet adja át. Mindjárt befejezem. Isten tudnék nem angyalokat küld, és nem földrengést, hogyha változtatást akar hozni az életünkben, hanem küld prófétákat, proféciát. Mindig elküldi ezeket az embereket. És az ilyen emberek pusztaságban, elrejtettségben, börtönben és elzártságban készülnek. Én nem találkoztam még olyan prófétával, hiteles, sikeres prófétával, akinek a mélye, az alja, a börtönélménye, a magányossága, az elvetettsége ez nem volt meg az életében. Amíg ez nem volt meg, és proféta vagy, akkor ez meg fog történni. Amen, halleluja. Keresztelő János tehát kiállt, és elkezdett prédikálni egy nap, amikor az Úr azt mondta, hogy most, és elkezdett prédikálni, és azt mondja Máté 3:1, azokban a napokban eljött keresztelő János, prédikált Júdea pusztájában, és ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek a királysága, és tódult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea, Jordán egész környéke, és megvallották bűneiket, utána pedig megkeresztelte őket a Jordán vizébe. Milyen erő lehetett a prédikációjában ennek az embernek, hogy kiment hozzá egész Jeruzsálem és Júdea. Nem neki kellett bemenni Jeruzsálembe és csinálni egy ébredési alkalmat és rendezvényt. Nem neki kellett összetrombitálni embereket, hanem csak kiállt és a pusztában elkezdett prédikálni. Lehet, hogy hónapokon keresztül csak prédikált úgy bele a levegőbe. De aztán arra ment egy tevekaranál, vagy egy szamálon egy ember, vagy nem tudom, meghalotta, megütötte, bement és elmondta, te ott van az az ember, az a János. Az olyanokat mond, hogy te gyere, hallgass meg. Ez az igazi Facebook, értitek? Amikor személyesen kapcsolatról kapcsolatra mennek a hírek. Kiment hozzá egész Júdea. Na most ez azt jelenti, hogyha mondjuk most Gyuri, magamat nem merem, de Gyuri mondjuk ide kiállna és prédikálna, ezt a szintet fogjuk lemérni rólad, akkor egész Pest megye ide tódulna. Jó? Nézzük az embereket, oké? Ezzel a bátorítással segítem a szolgáltatat. De ez egy óriási dolog. Tudnék, engem ez érdekel. Engem ez érdekel, hogy marketing és reklám nélkül ennek az embernek volt kenete a jelenlétből. Megfizette az árát. És megint csak ott tartunk, hogy 20 év csendesség, 20 év magányosság, 20 év sáska, akkor van ilyen. Akkor történik ilyen. Epigonokra nincs szükség. Ha eltöltesz az Úrban időt a pusztában, akkor lesznek üzeneteid. És akkor mondhatsz olyat, hogy térjetek meg. Ez egy nagyon fontos dolog. Ma nagyon sok olyan ember van, aki felcsatolja a bücskös ujjat, tudod, bücskös új. Azt mondja az Úr, hogy térjetek meg! Térd meg! Térd meg! Térd meg! Különböző módszerekkel, pásztorok, proféták, bücskös új. Na de ez nem Isten szíve és szelleme. Az üzenet jó, de ez nem Istentől van. Ahhoz, hogy valaki azt az üzenetet tudja prédikálni, hogy térjetek meg, és ez vonzó, és erre kimennek az emberek, és ezt akarják hallgatni, hogy térjetek meg, ahhoz Istenből kell jönni. Ahhoz Isten szívét kell tudni átadni egy ilyen üzenetben, hogy térjetek meg. Kiformálódott Jánosban a prófétai szív, tehát a prófétai szem is úgy érzett, és úgy látott, úgy fájt neki,
ahogy Istennek is fáj. Ha össze van már törve a szíved, proféták, pásztorok, tanítók, meg hozzátok is szólok, szolgálók, akik megtérésre akarjuk hívni a nemzetet, embereket, környezetünket. Nem elég hazamenni és azt mondani a családunknak, hogy bűnös, hogy el fogsz kárhozni, ha nem térsz meg. Én voltam ez a feleségem felé, csoda, hogy megtért, de nem emiatt, az Isten kegyelme volt. Így nem lehet. Össze kell törni előtte a szívünknek. Az én szívem most jelen pillanatban még keményebb, mint ahogy szeretném, hogy legyen. Ha összetörik a szíved a pusztában az Úrral, akkor tudnék, nem bűnös tömegeket fogsz látni a világban és a gyülekezetben, hanem egy nemzedéket ebben az országban, amely sír felé tart. Ha összetörik a szíved, akkor nem lázadó fiatalokat fogsz látni a gyülekezetedben és a világban, hanem az apai szeretet nélkül felnövekedett tétova generációt. Ha összetört már a szíved, akkor nem parázna lányokat és nőket látsz, hanem olyanokat, akik kétségbe esetten keresik a szeretetet és a tiszteletet. Ha az Úrral eltöltesz egy időt a pusztában, akkor sírni fogsz. Ha az Úrral eltöltesz időt, testvérem, 5-10-20 évet az Úrral jársz, és valóban az Úrral jársz, akkor nem hiszem, hogy te nagyon nyugodt életet fogsz élni. Akkor nem fog tetszeni, amit látsz. Akkor teher lesz, amit látsz. Teher lesz, amit érzel. Habakuk 1:1. A teher, amelyet Habakuk próféta látott. Meddig kiáltok még, Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot és nyomorgatást? A pusztában elkészült szolgálók nem azt látják, hogy milyen bűnös vagy, hanem azt látják, hogy jön az ítéletnek a napja. Jön közeleg a nyomorúságnak a napja, közeleg az átváltozás, átrendeződésnek, minden megrázkodtatásnak az időszaka, és azt akarja, hogy ne veszél el. Ez van a szívében. Nem az, hogy nem mi lesz bele a gyülekezeti profilba. Egy Istennel készülő proféta az egyre inkább azt látja, amit Isten lát. Gyülekezeti épületeink vannak, szervezeteink vannak, és ezek jó dolgok, mert fontosak, de sírni egy gyülekezeti épületért nem lehet. Sírni egy nemzetért lehet, tagokért lehet, emberekért lehet, és kell is. Tudod, mekkora csoda, ha valaki megtér? Tudod, mi karizmatikusok, mert azok vagyunk, mindig arra egyezzük a hangsúlyt, hogy gyógyulás, mankó eldobás, tolókocsi fölgyújtás, stb. De a legnagyobb csoda sosem ez. A legnagyobb csoda az, ha valaki megtér. Ha valakit az Úr útjára tudsz vezetni, és találkozhat az élő Istennel, és megmenekül. Ez a legnagyobb csoda. Természet feletti. Senki nem tudja, hogyan történik. Senki nem tudja előidézni. Csak Isten szelleme és kenete. Megtérnek az alkalmainkon az emberek. Van egy-két ember, aki a gyűlibe bekerül, akkor nagyon örülünk, és benne vagyunk a Karizma magazinban. Múlt hónapban is megtért két ember. És jók a dicsőítések, meg szépek a fények, és fontosak ezek, nem nézem le. De ma, múlt héten mellbevágott egy hír, hogy az Azusa utcai ébredése, vagy nem tudom milyen ébredésnek a 10 éves évfordulójára egy emlékgyülekezést tartanak. És egyszerűen ez semmi baj ezzel nincsen, csak mellbevágott azt, hogy egy ébredési konferenciának az emlékére gyűlnek össze a világról rengeteg ember. Arról emlékszünk meg, hogy milyen volt az ébredés. Ez szörnyű. Ez nagyon kevés. Nem akarunk mi igazán ébredést. Minimum azzal tartozunk Istennek, hogy elmondjuk, hogy Uram, nem akarunk igazán ébredést. Nem tudjuk, mivel jár, nem vállaljuk a kényelmetlenséget, nem tudunk sírni, kemény szívűek vagyunk. Uram, segíts rajtunk. Itt kezdődik. Akarjuk-e igazából az ébredést? Ti vagytok a proféták. Ti vagytok a profétikus emberek. Nektek ki kell menni a pusztába, és nekem is ki kell menni a pusztába újra meg újra, és töltened kell időt az Istennel, hogy kicserélődjék végre az a kemény szívünk.
Hagyni kell végre a sikereket, hajszolását, a biztonsági játékot. És azt mondani, amit Mózes mondott, hogy ha nem jössz velünk, Uram, akkor egy tapottat sem megyünk tovább. Nem csinálunk gyülekezeti alkalmat, nem csinálunk ébredési konferenciát, mert ébredést akarunk, és nem konferenciát. Azt akarjuk, hogy a jelenléted leszálljon. Az Úr meg azt mondja, hogy én is, de hova? Kire, hogy ne emészszem meg tűzzel? Azt mondja az ige, hogy a hozzám közelállókban kell megszenteltetnem. Amikor kijössz a pusztából, akkor nem az az ember vagy, aki régen voltál. Nem félsz a hatalomtól. És nézd meg, Keresztelő Jánost nem félt a hatalomtól. Király elé állt, és azt mondta, parázna vagy. Nem helyes, amit csinálsz. Ha kijön a pusztából Istennek az embere, akkor már leégette róla e világnak mindenfajta félelmet az Isten. Akkor nem fogsz félni a gazdaságtól, nem fogsz félni a hatalomtól, nem fogsz félni a gyülekezeti struktúráktól, nem félsz már semmitől, csak egyetlen egy dologtól fogsz félni, hogy ne teljen le az időm úgy, hogy ne végezzem el, amit Isten rám bízott. Mert azt tudnod kell, hogyha amikor így jössz ki a pusztából, akkor kevesebb időd lesz hátra, mint ami előtte volt. Amikor így jössz ki, nézd meg, ezek a szolgálatok ma kevés kivételtől eltekintve rövid ideig tartanak utána, mint ami előtte volt. Mert akkor elkezdesz égni dicséretben, akik proféták, zenészek, szövegben proféták, tanítók, igehirdetők, és elkezdik kompromisszummentesen hirdetni az igét. Én nagyon vágyom már erre. Az Úrnak azt mondtam 5 évvel ezelőtt, egy nehéz helyzetben, Uram, kössünk egy alkot. Én azt prédikálom, amit te mondasz, nem vagyok hajlandó félni attól, hogy hány ember megy ki a teremből. Ha kell, akkor egy ember fog maradni. A te dolgot, hogy eltarts. Így kell prédikálni. Így kell pásztorolni. Így kell szeretnünk egymást. Így kell levenni az állarcokat. Ezért az üzenet, amire mindig kíváncsi voltam, hogy miről prédikált Keresztelő János, hogy egész nemzedék kiment hozzá, ott van benne, térjetek meg. Nem kell az üzenettől félni, csak más szívűvé kell válni ahhoz, hogy ilyen üzenetet valóban kenettel és hatalommal ki tudjunk kiabálni a világnak, meg magunknak. Egy egész nemzetnek, egy egész nemzetet állított az Úr útjára Keresztelő János. Nem csak egy nemzedéket, nem csak egy város, hanem egész nemzetet fölkészített, hogy az Úr Jézus be tudjon lépni abba arra területre. Na ezért volt ő a legnagyobb szolgáló. Szóval, ti kapuk, emeljétek fel a fejeteket, emelkedjetek föl, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, a hatalmasan hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek föl fejeiteket, és emelkedjetek föl, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Ki a dicsőség királya? Seregek Ura, ő a dicsőség királya. Proféták, dicsőítők, prózai proféták, igehirdetők, evangelisták, tanítványok, erre vagyunk elhívva, erre az időre, hogy egy nemzetnek, egy nemzedéknek utat készítsünk az Istenünknek. De ehhez össze kell törni a szívünket. De ha összetör a szíved, akkor olyan keneted lesz, hogy hozzád fognak oda jönni. És én ezt kívánom nektek, meg magamnak is, hogy olyan kenettel tudjunk szolgálni, hogy az emberek jöjjenek, az emberek egyébként éhesek a világosságra és a vízre. Dicsőség az Úrnak. Amen.